Nekem Budapest 21 éve az átmeneti otthonom. Ez az a hely, ahol igazából 14 éves korom óta azért küzdök, hogy az, amire vágyom, az megvalósuljon, vagy azzal találkozzak. A fiatalság. Budapest itt van, és mindig is itt lesz, pedig már nem vagyunk a nagyon fiatalok. Nekem Budapest a világ közepe. Az otthonom. A levegő, a mindennapi élet. A szerelmeim. A beteljesült álmaim. A nagy gyerekkori álmom. Az a hely, ahol soha nem mehetsz egyenesen, mert mindig ki kell kerülnöd valakit vagy valamit. Én 13 évesen költöztem fel, és önállóságot jelent nekem, mert onnantól kezdve én gyakorlatilag felnőtt életet élek. Nekem Budapest egy nagy kérdőjel. 60 éve lényegében a mindenem. A felnőtté válás. Hát alma, mert alap gyümölcs. Gyönyörű, piros alma. Kókuszdió. Ebben minden van, keménység, de a belső finom. Gránátalma. Mondjuk egy olyan ananász, ami már nagyon érett. Hát, igen. Mandarin. Nekem mandarin. Eper, de azért eper, mert az az egyik kedvencem. Grapefruit. Kicsit keserű, de azért jó íze van. De amikor először beléptem a lovardába, és először láttam lovakat közelről életemben, azt sose felejtem el. Amikor beértünk Budapestre, akkor legelőször a Hősök terét pillantottam meg. Kisgyerekként azt láttam, hogy most élőben látom a Hősök terét, azt, amit eddig csak a tévében láthattam. A kínai piacon, a Józsefvárosin kaptam sportcipőt, arra emlékszem, meg hát az első Barbie-mat itt kaptam. Gyerekkoromban nagyon-nagyon sokat jártam szüleimmel a Vidámparkba. Nagyon boldog, nosztalgikus érzéssel gondolok vissza azokra az időkre. Én 2000-be kerültem Budapesten, amikor az új színházba fölvettek. Én olyannyira nem tudtam ezzel még mit kezdeni, hogy én így mindenkinek köszöntem itt Pesten. Mondtam, jó napot, és nagyon furán néztek rám. Kettő van. Lánykérés és a kisfiam születése. Egyik a Halászbástya, a másik meg a János kórház. Mindkét esetben, mikor kiderült, hogy fiaim lesznek, akkor ott a Zeiser intézetből jöttem lefelé, a Gellért hegyről, és ez mind a kétszer ilyen katartikus volt, mind a kétszer nagyon szép volt a táj, szép színekben pompázott a hegy. Az egyik legkedvesebb emlékem, az a Ferenciek teréhez kötődik, ahol is megismerkedtem a feleségemmel. Nagyon szeretem a Tabánt, nagyon szeretem a Gellért hegyet. Oda képzelem, hogy milyen lehetett egykor, milyen lehetett, mikor a Tabánban még szőlő volt, járok kelek és képzelődök. Én nekem speciál a miniatűr bár, vagy presszó, ahol sokszor ültünk, amikor udvaroltam a feleségemnek, mielőtt elvettem. Fűvészkert. Mégpedig azért, mert amikor fölköltöztünk Budapestre, mind a két gyerekemmel minden áldott nap kimentünk oda levegőzni. A nagyapámnak egy barátja volt a trafikos. Tehát nekem Budapest azt jelentette, hogy a trafikban kapok ingyen egy forintos katonákat. A hurka, illat és a forintos katona a zsebemben, az nekem Óbuda. A kettes villamos vonala. Például én nagyon szeretek innen a Vígből a Pestibe úgy átmenni, szinte csak úgy megyek át. Szerintem az a legszebb onnan a látvány, főleg délután. Ha lenézel a Lánchídról, akkor jönnek szembe ezek a... Hát jöttek, amikor még volt jég. Jöttek veled szembe, és ha sokáig nézed, akkor valójában egy idő után olyan, mintha te mennél és törnéd a jeget. És ez elképesztő volt. Kutyasétáltatás a Tabánban, a Városmajorban, a Vérmezőn, a Gellért-hegyen, a Kisváb-hegyen. A Károlyi kertben voltam ott sokat, amikor gimnazista voltam. Volt zenekarunk, és azzal kiültünk ott zenélgetni, úgyhogy sok-sok emlék kötődik hozzá.
5 évig tényleg csak a Vas utca és a Rákóczi utca, és ott, sehol máshol. Meg még az Astoria egy kis kitekintés volt, de hát az is ott van 5 percre. Csak ezt ismertem, meg a Blaha Lujza teret. És emlékszem, hogy imádtam, gyönyörűnek tartottam a Blaha Lujza teret. A nagyváros. A lehetőségek. A szegény ember New Yorkja. Királynő, a Duna királynője. Pezsgés, és ha akarom, egyszerre nyugalom. Piros hetes. Szabadság és az izgalom. Mi a túrót mondhatnék Budapestről? Hát belélegeztem. Itt van a bőröm alatt. 3 nap alatt 1001 éjszaka, hogy mi nekem Budapest az élet maga. Írtam egyszer egy ilyen dalszöveget egyébként, ez most beugrott valahonnan a kis agyamból. Én nem vagyok budapesti, tehát én nekem ez évtizedek keltek, amíg megszoktam. 10x-szer költöztem már, szóval még nincs meg ez a kialakult otthon érzetem, de mégis azt érzem, hogy ide is már hazajárok a városba. Ennyi színház és ilyen gyönyörű színház, mint mondjuk például a Vix színház, ilyen nem nagyon van máshol. Itt azért a tél az elég depresszív tud lenni, a galambok is kicsit koszosabbak, meg az aluljárók, meg a 4-es, 6-os is. És azt kibírnám, ha nem lenne. Bár egyébként ezt is szeretem Budapestben, hogy kicsit van egy ilyen szlámosodott nyugati aluljáros hangulata. Van egy olyan feelingje, egy olyan atmoszférája, amit így nem nagyon lehet megmagyarázni. Még ami nagyon rossz, azt is, annak is van valami bája. Mindig eltévedek, mindig. Melyik villamos, milyen busz, hova kötöttem a bringámat, ez nem az az utca. Tulajdonképpen úgy vagyok vele, mint ahogy a rádiós énekli a padlásban. Nekem itt van dolgom, nekem itt vannak álmaim. Mindig, amikor átjövök valamelyik hídon, vagy megyek a rakparton, és nézem ezt a két részre osztott fővárost, és szerintem ennél szebb nem nagyon van. Éltem én ilyen nagyon rövideket, 2 hónapokat, 1 hónapot, több hónapot mindenfelé. Még sehol nem gondoltam arra, hogy ott maradnék, és ott élnék inkább. Nem olyan könnyű itt élni, meg nem mindig lehet jó, de azt gondolom, hogy nekem nincs más a fantáziámban, mint hogy itt. Boldog születésnapot, Budapest!